Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, Makó Edina természetgyógyász vagyok. Ez a videó egy karácsonyi ünnepi videó, és hoztam nektek néhány gondolatot arra az esetre, hogyha elsodorna benneteket a karácsonyi kaja áradat. Megfogadtad, lehet, hogy megfogadtad, hogy most idén nem fogod degesztrálni magadat, nagyon oda fogsz figyelni, mert tök jól alakult már a kilód, de az ünnep és a mindenféle sütemények, finomabbnál finomabb ételek, a vendégeskedés, ezt is megkóstolom, azt is megkóstolom, nem biztos, hogy ezt majd lehetővé teszi, vagy lehetővé tette, nem tudom, mikor fogod nézni ezt a videót. Most hozom neked néhány gondolatot arra az esetre, hogy mit tudsz tenni elsősorban, első körben, hogy hogyan tudod megelőzni mindezt, hogy ne sodorjon el a karácsonyi kaja áradat. Hát az első és legfontosabb, azt gondolom, hogy bármit, amit eszel, ne egyed bűntudattal. Jó? Tehát, hogy akkor, hogyha a szádhoz emeled a beiglit, és az van a fejedbe, hogy Úristen, ezt most marhára nem kellene megennem, vagy tuti, hogy el fogok hízni, mert megint fel fogok szedni x kilót, ez a rossz irányba viszi a dolgot, mert még megnehezíted azt, hogy a szervezeted normálisan feldolgozza azt a jó kis cukros cuccot. Tehát mindegy, ez most ez a karácsony, ez arról szól, hogy itt ezt, azt megkóstolunk olyat is, ami lehet, hogy egyébként a hétköznapokban nem annyira illik bele a protokollunkba, de nem most akarjál fogyókúrázni, nem most akar megváltani a világot. Itt van néhány nap, amikor tényleg lehet, hogy kicsit többet eszik az ember, mint egyébként. De mit tudunk tenni? Ez az egyik, ugye, hogy nagyon fontos, hogy a fejünkbe ezt tegyük rendbe, legyünk hálásak azért, hogy a mama megsütötte nekünk azt a beiglit, vagy azt a linzert, hogy finomak az ételek, és koncentráljunk erre, jó? Nagyon sokat tud számítani az, hogyha reggel, mikor felkelsz, odafigyelsz arra, hogy megfelelő mennyiségű vizet igyál, 2-3 deci, vagy akár több is, amennyi jól esik, meleg víz reggel, az csodákat tud tenni. Jó? És nem baj, hogyha kihagyod a reggelit. Nem baj, úgyis egész nap enni fogsz, úgyhogy semmi gond nem fog történni, hogyha csak mondjuk ebédet eszel először. És akkor, amikor eszel, vagy tudod, hogy közeledik már az étkezés, akkor igyál vizet, de konkrétan az étkezés előtt, alatt, utána ne igyál vizet. Figyelj oda az ételre. Ha megteheted, akkor szedjél kevesebbet, használj kisebb tányért. Tudom, hogy az ünnepi díszítésben, vagy az ünnepi terítésben ott vannak ezek a szép, hatalmas, nagy tányérok. Hát akkor próbáld ki, hogy milyen az, csak hogy a közepére teszel egy keveset. Direkt, tudatosan szedjél kevesebbet, mert sok fogás van, sok mindent meg akarsz esetleg kóstolni, akkor szedjél kevesebbet. Figyelj oda rá, néznek, hogy milyen szép az az étel, az a sütemény, mennyire jó az illata, milyen szép a színe. Tehát próbálj odafigyelni arra, amit eszel, és rágd meg alaposan az ételt. Hogyha alaposan megrágod, azzal rengeteget tudsz tenni annak érdekében, hogy ne egy ilyen kő legyen a gyomrodba a kaja után. Tehát a rágás, illetve az, hogyha nem iszol menet közben vizet, az már fél siker, az tud segíteni abban, hogy az emésztés jól megtörténjen. Hát mi tud ilyenkor még segíteni? Hát az, hogyha megállsz. Ez marha nehéz. Tudom, hogy nagyon nehéz ilyenkor, hogy amikor finom, nagyon finom, 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 állj meg valahogyan tudatosan, billensd ki magadat abból a helyzetből, amikor ma azt érzed, hogy kezdesz terelni, akkor ott azért érdemes elővenni a tudatot, és megállítani, hogy jó, állj, akkor most befejeztem, felállok az asztaltól, és én befejeztem ezt a kaját. Hát, na, hogyha mindez ez nem sikerült, ez dugába dőlt, és mondjuk ebéd után, délután ott pihegsz a kanapén, meg se bírsz mozdulni, ágy, tele van a gyomrod teljesen. Hát mit lehet ilyenkor csinálni? Hát az első és legfontosabb, hogy ne egyél rá semmit, könyörgöm, semmit, semmit, jó? Tehát ilyenkor azt, hogy csak eszem egy narancsot, vagy bedob csak egy almát, ez a gyümölcs is édesség, tele van cukorral, abszolút nincs erre szüksége a szervezetednek, arra van szükség, hogy egy kicsit békén hagyják, jó? Tehát csak bekapok egy falat, ezt, csak egy szaloncukor, csak ezeket hagyd el, mert ezzel többet ártasz, mint használsz, jó? Tehát hagyd, amíg megnyugszik a gyomrod. Ugye a gyomrunknak igazából háromnegyedig lenne szabad tele lennie, tehát háromnegyedig lenne szabad megtöltenünk,
és akkor az emésztő enzimekkel össze tud jól keveredni az étel, és akkor könnyebb meg tudjuk emészteni. Na most, hogy amikor ez nem sikerül, amikor teletoljuk a hasunkat, akkor ez a keveredés nem tud olyan jól megtörténni. Tehát a beton keverőben, mint ahogyan keverjük a betont, ugye ez nem fog tudni megtörténni jól, és ennek az az eredménye, ez a egy követ érzel a hasadba. Na, ilyenkor abszolút ne egyél, és ne is igyál semmit, jó? Ilyenkor esetleg fermentált italt, az tud segíteni, de azon kívül semmit, csak pihegél nyugodtan a kanapén, pihenjél, és amikor már el tudsz onnan jönni, amikor már tudsz mozogni, akkor gyerünk, sapka, kabát, és menjél elsétálni, mozogjál, menjél ki a friss levegőre, szívjál nagyokat a tüdődbe, és menjél és gyalogoljál, teljesen mindegy, hogy milyen idő van, mindegy, hogy világos van, vagy sötét van, öltözzél fel, és tessék, menjél el otthonról, és gyalogoljál, jó? Ez sokat tud segíteni még. Hát azt gondolom, hogy nagyjából ezek a legfontosabbak. Nem nagyon tudjuk itt megúszni tényleg ezt, hogy így elsodorjon minket a karácsony, de hát igazából nyilván ennek megvan a lelki háttere, megvan az, hogy tényleg előjönnek a gyerekkorunknak az ízei, az illatok, vagy minden, egy csomó minden, ami így kötődik szorosan a karácsonyhoz, és nagyon jó együtt lenni, együtt enni, akkor azért nagyon nehéz odafigyelni arra, hogy ne szaladjon el a ló, de ne ostorozd magad, ha már megtörtént, akkor már megtörtént, már mindegy. Nem tudsz vele mit kezdeni, próbálj tüzet oltani, pihenj, ne igyál vizet, nagyon jól rágd meg az ételt, próbáld az adagokat tartani, de hát ha nem sikerült, akkor próbáld kipihegni magadból ezt a sok kaját. És hát nyilván az étkezésen túl élvezd a karácsonyt. Nagyon-nagyon boldog ünnepet kívánok nektek, boldogot és békéset. Élvezzétek az együttlétet a barátokkal, a családokkal, és egy nagyon-nagyon szép meghitt néhány napot kívánok nektek. És hát ez volt az én ajándékom, ezek az ötletek, gondolatok, amik segítenek abban, hogy valahogyan túléljük a karácsonyt, anélkül, hogy felszednénk a végére 3-4 kilót. Hát, hogyha mégis nagyon elsodornak ezek a dolgok, akkor majd még jövök ötletekkel, hogy mit lehet tenni a jövőre nézve. Sziasztok, nagyon boldog karácsonyt kívánok mindannyiatoknak!